Eszter elnökség csapata 9-3-ra legyőzte a Veszprém megyei közélet együttesét. Meglehetősen összeszokott csapat benyomását keltettétek. Mi most már csak egy hónap van az NB2-es bajnokság kezdetéig, és ez most egy viszonylag tartalékos csapata volt annak a Dunakeszi Kinizsinek, amelynek a színeiben fogunk játszani majd az NB2-ben. Két, sőt három válogatott játékosunk, illetve a tartalékkapus nem volt itt, ez a magja gyakorlatilag a csapatnak, aki korábban ezt alapított, volt már a miniszterelnökségen dolgozó, és a hozzánk csatlakozó válogatott játékosok közül most csak a kapus volt itt. A nagy tervekkel készülünk az NB2-re, hát őszintén reméljük, hogy valahol a középmezőny élén ott tudunk majd ragadni. Héttel ezelőtt egy edzőmeccsereig már itt vendégek lehettünk. Mi lett az eredmény, az sportszerűség kedvéért most nem árulom el, majd a helyiek elmondják, ha akarják. De tény az, hogy egy nagyon szimpatikus csapatot ismertünk meg a Veszprémi Futsal Klub színeiben. Azt tudni kell, hogy személyesen is jó kapcsolat van a klub vezetői, illetve mi közöttünk. Akár Mijalovics Peti, akár Óvádi Petivel évek, sőt most már egy évtizedet ismerjük egymást, és jó barátságban vagyunk, úgyhogy nagyon szurkolunk nekik. Hát egy meccsen majdnem, amikor velünk játszanak, ha egy csoportba kerülünk, de majd figyelni fogjuk az ő teljesítőinket is természetesen. Két cserejátékossal jöttünk, úgyhogy hát ahogy számoltam, egy olyan jó 36-37 percet a pályán kellett töltenem, úgyhogy ma már nem kell altatni. Hát az látszik, hogy még nagyon sok csiszolnivaló van a játékunkon, a bajnokság kezdetéig. Talán a legfontosabb az lesz, hogy az újonnan érkező válogatott játékosokkal ez a mag összetudjon szokni. Itt is látszott az, hogy a helyzet kihasználása az még tragikus, tehát ennél kétszer ennyi gólt rúgunk volna, se szólhatott volna senki sem. Itt az utolsó passzoknál valahogy mindig a túlizgulás az még kis problémát jelent. Ez lesz talán még az egyik legnagyobb feladat, hogy ezt a lámpalázat valahogy levetközzük. Egyikünk sem volt még igazolt labdarúgó. Yeah, 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 yeah,